A zenekar 2014-ben alakult. Akkor kezdtük el csinálni, ez 2014. november 7-én volt az első próbánk, de az igazából az első egy évünk az olyan volt, hogy csak így összejártunk. Hobbizenélésnek indult igazából. Hobbizenélni, meg iszogatni, meg így akusztikus gitáron játszogatni, és akkor igazából 2015 őszén volt az, amikor úgy azt mondtuk, hogy akkor ebből szeretnénk valamit csinálni. 2014-es alapító tagok közül csak ketten maradtunk, és 2015 őszén felvettük az első kis lemezünket, és így kvázi onnantól számoljuk a valódi DLRM megalakulását. Igen, igen. Mindenkitől mást hallunk, hogy a mi zenénk az más és más stílust mondanak az emberek. Hát aki ránk például nagy hatással volt, az mindenképpen a Queens of the Stone Age. Én még nagyon szeretem a Vines nevű ausztrál zenekart, akkor a Hivesot is, a Nirvanát is sokat hallgattam, de... Úgy szoktuk mondani, hogy eklektikus rock. Szoktunk csinálni ilyen dalíró összejöveteleket, hogy úgy mondjam, hogy éjszakában nyúlóan a saját ötleteinket így összehozzuk. Jaja. És aztán ha kész van egy dal, akkor a szövegeket a Marci írja. Igen, hát általában úgy szokott lenni, hogy vagy én, vagy Edi, viszünk le próbára, hát ez a szokás, és valamelyik kettőnk közül visz le próbára a riffeket, vagy ötleteket, és akkor arra ráfekszünk, és akkor azokat gyúrjuk, meg azokat alakítjuk, és aztán a végén meg kialakul valami. Túlnyomó részben angol dalaink vannak, ez nem tudatos, sose volt az, szóval az elején, amikor elkezdtük, akkor majdnem fele-fele volt, most már inkább angol, de ez abszolút nem tudatos, ez csak így ezt már az elején. Az egyetlen dolog szerintem, amit az elején tudtunk, az, hogy az ilyen dolgokban nem feltétlen szabunk határokat magunknak, hogy nem fogjuk azt mondani, hogy jó, tök jó lenne ez angol szöveggel, de nekünk magyarul kell énekelni, vagy fordítva. Amit dob a gép, vagy ami jól passzol a zenéhez, akkor azt csináljuk. És mostanában inkább az angol, ami passzol. Kicsit kevesebb, mint egy évvel ezelőtt jelent meg az első nagylemezünk. Ez egy 8 számos nagylemez volt, amit No News Gábor producerrel együtt működve hoztunk létre. És a következő lemez, tehát igazából már elkezdtük írni, de ez olyan tavasz vége, ősz eleje. Még nem szabtuk ezt se be, hogy mikor fog kijönni, mert... Folyamatosan készülnek a dalok. Igen. Aztán amikor úgy érezzük, hogy... De abszolút már. Lesz. Szóval ez is folyamatban van. Ja. Úgyhogy fél éven belül várható. Ahogy mondtam, ugye amikor megalakultunk, az első egy év, akkor szerintem nem gondoltunk nagyon semmire. Utána, amikor elkezdtük ezt, hogy akkor így belegondoltunk, hogy akkor ebből tényleg kéne valamit csinálni, akkor volt az, hogy ja, hát persze, menjünk külföldre. Láttunk pár hazai zenekart, akik simán megcsinálták, és akkor nagyon szeretünk utazni, és úgy voltunk vele, hogy miért ne. Úgy voltunk vele, hogy zenében nincsenek határok, és hogyha ugyanakkor energia egy közönséget kialakítani, akár Magyarországon, mint külföldön, akkor miért nem menjünk már külföldre? Csak kicsit többet kell utazni. Szóval egy vidéki magyar városban, hogyha nem vagy odavalósi, vagy nem ismersz onnan senkit, akkor ott tulajdonképpen majdnem ugyanolyan esélyekkel indulsz, mint egy külföldi városban, csak kicsit messzebb van. Volt 3, illetve 4 külföldi turnénk. Volt ebből 3 nyugat-európai. Abból az első az Angliában volt 2 évvel ezelőtt. Anglia és egy kicsit Németországban is koncerteztünk. Illetve most júliusban volt egy ilyen nagyobb szabású nyugat-európai turné, amikor nem mentünk át Angliába, de akkor Franciaország, Hollandia, Belgium, Németország, Ausztria. És most, tehát ez volt júliusban, és most ősszel szeptemberben megint ugyanezt a kanyart megcsináltuk, illetve most volt 5 nappal ezelőtt egy ilyen erdélyi, az csak egy ilyen 3 napos erdélyi turné. Ez is nagyon jó volt. Rengeteget tanultunk, rengeteg új emberrel ismerkedtünk igen, meg. Nagyon, nagyon sok jó emberrel ismerkedtünk meg, és szerintem így
a világképünkre, vagy hogy hogy tekintünk a világra. Nem csak zeneileg, de mindig egy nem nagyon jó hatással van. Igazából hangzásban mindenképp nem is azt mondom, hogy újat, de valamit változtatni szeretnénk majd. Gondolkozunk az egybefölljátszáson, ezen kívül a dalokat nem tudatosan írjuk, ami jön. Talán az már látszik, hogy talán egy kicsit grunge-osabbak lesznek az új dalok, de ez majd kialakul. Igen, mindenképpen, de ez az, hogy már megvannak az ötletek, és már kezd kirajzolódni ez a kép, amit Eddie is mondott, hogy kicsit ilyen grunge-rockosabb lesz, de majd meglátjuk, mert amikor stúdióba megyünk, ott is akikkel együtt dolgozunk, ők is sokat hozzátesznek ehhez, és ott is alakulnak a dalok.